Szerda reggel 32 zentai másodikos tanuló vehette át a Mézes Kalács szeptemberi kiadványát. A diákok körében igencsak közkedvelt alap. Egyszer megjelent rajzom, sokat szoktam olvasni, meg szeretek kifestőzni, meg a különbségkeresőt szeretem csinálni. A szeptemberi szám az őszre és az iskola kezdésre fókuszál. A Mézes Kalács legújabb számát is nagy örömmel alkottuk meg, mivel arra törekedtünk, hogy minél inkább felkeltsük a gyerekek érdeklődését az olvasás iránt, a versek iránt, a mesék iránt, és különféle kézügyességi feladatokkal is elláttuk az újságot, tehát mindig igyekszünk arra, hogy amellett, hogy ugyebár irodalmi alkotásokat vonultatunk fel a kis újságban, meg legyenek azok a tartalmak is, amelyek a szórakozást, a kézügyesség fejlesztését hivatottak előhívni. A Mézes Kalács színes rovatai bemutatják és közelebb hozzák a gyerekeknek a szép irodalmat, és ennek segítségével új ismeretekre tehetnek szert a diákok. Emellett a magyar szó a család minden korosztályának próbál megfelelő kiadványt biztosítani. Nagyon örülünk annak, hogy a gyermekek részéről mindenhonnan pozitív visszajelzés érkezik hozzánk arra vonatkozóan, hogy nem csak ők maguk, hanem az egész család olvassa a kiadványainkat. Ugye a magyar szó esetében tudni kell, hogy a család minden tagja számára kínál kiadványokat. Egyrészt ugye a gyermekek számára a Mézes Kalácsot, aztán a jópajtás, képes ifjúság és a magyar szó, mint az anyalap. A Mézes Kalácsot a beiskolázási csomag részeként 1400 elsős kisdiák is megkapta. A napokban pedig több mint 5300 óvodás is átveheti a gyermeklapot. Az a szándékunk valójában, hogy a gyermekekkel megszerettessük, illetve megismertessük ezt a gyermekújságot, hogy a későbbiek során ők is értő olvasóvá váljanak, hogy a Mézes Kalács mellett majd a jópajtást, illetve a magyar szót is, illetve más napilapot, hetilapot is forgassanak és olvassanak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy olvasni egy érték és egy öröm. A másodikos diákok is egy kis meglepetéssel készültek. Három verset adtak elő a vendégeknek.